Súlyos beteg gyerekek hódították meg az off-road pályát a Hungaroringen. A Ments Életet Közhasznú Alapítvány és a Porsche Hungária szervezésében volt lehetőségük arra, hogy kipróbálják, milyen igazi, rázós terepen autózni. Az alapítvány célja, hogy a gyerekek a sokszor hosszadalmas kórházi kezelés után könnyebben visszailleszkedjenek a hétköznapokba. Ezek a bátor gyerekek vállalkoztak arra, hogy igazi off-road autózáson vegyenek részt a Hungaroringen. A Ments Életet Közhasznú Alapítvány és a Porsche Hungária rendezvényén olyan gyerekek vállalkoztak az igencsak rázós útra, akik valamilyen daganatos betegségből gyógyulnak. Nagyon sok olyan rendezvényünk van, ahova azokat a gyermekeket hívjuk meg, akik már a kórházi nyomasztó hétköznapokon és éveken keresztül egy kicsit arra vágynak, hogy kiszabadulhassanak a betegségből, és a szüleikkel lehessenek, és gyakorlatilag mindig belecsempészünk egy kis sportot az ilyen együttlétekbe. Az ilyen rendezvények fő célja, hogy a gyerekek a hosszas kórházi kezelés után könnyebben visszailleszkedjenek a hétköznapokba. Az alapítvány jelenleg mintegy 700 gyermeket segít. Több mint 10 éve dolgozunk együtt a Ments Életet Alapítvánnyal. Magyarország legnagyobb importőreként a Porsche Hungáriának mindig is fontos volt, hogy ne csak a kultúrát, sportot vagy művészeteket támogassa, hanem különleges élményeket tudjon szolgáltatni beteg gyermekek számára is. Az alapítvány rendszeresen szervez nyaralásokat, kirándulásokat, sport- és kulturális programokat is. Kriszti most már 15 éves, 6 évesen volt, igazából akkor volt a kezelése 2014-ben, őneki neuroblasztómája van, áttétes volt, tehát nem túl sok esélyt adtak neki, de hál' Istennek most már nagyon jól van. Az alapítvánnyal 2015 óta vagyunk kapcsolatban, és rettenetesen sok élményt adtak már a Krisztinek. Az alapítvány a leginkább rászoruló családok anyagi gondjait is igyekszik enyhíteni, de legalább ilyen fontosnak tartják, hogy a gyerekek élményekkel gazdagodjanak.